Mondom, plózód le, baszod. Most miért vettél még egyet, nyuszi? Kacok, még mielőtt megnézitek ezt a videót, el szeretném nektek mondani azt a tényt, hogy asszony kezébe gambling oldalt soha ne adjál. Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit itt a legújabb gambling videóban, és ismételten egy virál oldalt hoztam el nektek. Ugye ezen az oldalon is IRL cuccokat lehet nyitni, ami igazából megkülönbözteti ez az oldalt a nagyon sok fék kamu oldaltól, hogy az OP -Skins által üzemeltetett, illetve OP -Skins alatt levő oldal, ami azt jelenti, hogy ugye az OP -Skins egy olyan rendszert használ, ami gyakorlatilag Hek, nem azt mondom, hogy feltörhetetlen, de hogy ö, nem lehet meghekkelni. Szóval aki azt hiszi, hogyha én most esetleg ebben a videóban nyitnék valamit, és azt hiszi, hogy én ezt azért nyitottam, ö, mert le volt beszélve az oldala, vagy bármi ö, hasonló dolog, az nagyon-nagyon téved, semmi, de semmi köze nincs hozzá. Tényleg kaptam az oldaltól ismételten zsetont, ami jelen esetben most 250 dollár, ami 101 kulcs, ö, és ezt gyakorlatilag elnyitogathatom az oldalon, de hogyha egy kicsit gondolkoztok, akkor ugye megint egy olyan kondícióban vagyok, amelyben, hogyha amit nyitok, azt kivehetem, bármi legyen is az. Hogyha egy 5000 forintos, vagy egy 5000 dolláros, nem tudom, valamit nyitok, azt is kivettem, de hogyha egy 20 dolláros valamit nyitok, akkor csak azt veszem ki. Szóval nyilvánvalóan az oldalnak ilyenkor az az érdeke, hogy én minél kevesebbet nyissak, nem az, hogy minél többet, mert hogy több pénzt ad, érted? Szóval... Nem, nem, jellemző ez, hogy itt is megkreálják, illetve különböző módon meghekelik ezt az oldalt, úgyhogy el kell fogadni, hogyha nyer az ember itt, akkor nyer, valószínűleg nem fogok egyébként nyerni. A legutolsó videóban, ami, ami, ami volt ilyen gamblingot, ott azt hiszem pont nyertem egy 350 dolláros videókártyát, ott barami nagyon durván szerencsém volt, úgyhogy remélhetőleg ezt át tudom vinni majd ide is, itt segítségemre lesz majd Nyusika. nem sokára be is fogom hívni, és ő fogja nekem majd ezeket a ládákat kinyitni. Amit az oldalról egy egyébként tudni kell, hogy itt is vannak EU-s és amerikai ládák, érdemes az EU-s ládákat nyitogatni, hiszen az amerikai ládákhoz plusz 60 dollár ö, shipmentet kell fizetnetek, ami azért nem biztos, hogy mindenhol olyan túlságosan jó, úgyhogy maradjatok az EU-s ládáknál, nagyon-nagyon fontos kacok, hogy 18 éven alul ne nyitogassatok ládákat, sőt, ha jól tudom, akkor az OPS egyébként egyébként is vezette, hogy 18 alatt nem tudsz regisztrálni egyébként az oldalra, ergo nem játszhatnak fiatal Korúak. Ha esetleg játszanál és nyernél, nem fogod tudni kivenni. Jó? 18 alatt. Szóval megkérek mindenkit, hogy 18 éven alatt ne játszon ezzel a gambling oldallal. Le kell adni személyét, le kell adni külön iratokat, szóval teljesen fölösleges evvel foglalkozni 18 év alatt. Jó, ha 18 év fölött vagy, és van fölösleges delád és ki akarod magad próbálni, vagy a szerencsédet, stb., azt mondom, hogy oké, okay, bár azért nyilvánvalóan tudjuk, hogy ezek a gambling oldalak nem arról híresek, ha normálisan, idézőjelben normálisan megvan, van csinálva, hogy szarán nyered magadat, de az esély egyébként megvan, ahogy az esély nekem is megvan, úgyhogy ö, szerintem próbáljuk ki. Az oldalra a regisztráció igazából ugyanolyan, mint a többi OPSkines oldalnál. Fogod rá, az OPSkins-re, sign in vagy regiszter, rákattintasz, és vagy csinálsz egy ökántot, vagy pedig Steam-es autentikációval csatlakozol hozzá. Na itt is vagyunk, skacok, Itt van velem Vandus. Ő fog segíteni nekünk nyitogatni az oldalon. Ugye van még nem igazán nyitogatott ilyen oldalon, és nem igazán ismeri, gyakorlatilag most ült le ide először. Úgyhogy nagyon nagyon gyorsan elmagyarázom neki, miről van szó. Szóval lényeg nagyvonalakban csak annyi, hogy vannak különböző ládáink. A különböző ládáinkban különböző cucok vannak. Például vannak ilyen uh, real-life cucok, mint például drón, nem tudom, nyomtató, PS4, uh, itt van cipő, van uh, Nike-cuc, vannak gamer cuccok, szóval mm -hmm. rengeteg mindenből lehet választani. Fontos, hogy ezek ilyen valós cuccok, tehát amiket mondjuk megtalálsz. Mikrofon, stb. stb. Oké? Okay? Okay. Ez így oké? Okay? Jó. Na, a lényeg az, hogy van nekünk száz kulcsunk. Jó. Ezt a száz kulcsot kéne elnyitogatni ö, különböző ládákból, azt gondoltam, ö, különböző ládákból, Úgyhogy szerintem mehetünk ilyen random, bár már összenéztünk, mert a ládákat megnézegettük már egyébként, úgyhogy nagyjából tudjuk, hogy milyen ládákat fogunk kinyitogatni. Nekünk, ami szimpatikus volt, melyik volt, ami szimpatikus? Erre a Nike-ra mondtunk ugye egyet, így van. hogy egy ilyen Nike-ot mindenféleképpen ki fogunk nyitni. Fogunk nyitogatni, az elektronikus cuccból fogunk a legtöbbet, ebből hetet fogunk kinyitni, és ha jól tudom, akkor így nem tudom, melyik volt a harmadik. Mindegy, melyik volt az, nem tudod? Hmm. Nem tudom. Ja, ez az Sima Electronics talán? Nem tudom. Na, mindegy. Az a lényeg, hogy megyünk akkor sorba, úgyhogy én át is adom neked az egeret. Ó. Oh. És nem tudom, kezdjük egyből egy durva nagyja? Nem tudom, hogy érzed. Jó, kezdjük akkor a döntsdeltet. Ja, döntsük, döntsd el, kezdjük a nike vagy kezdjük az elektronikussal? Előbb valami Az, Jó, az akkor. Az az de az a... nagy, az nagy, az durván nagy lesz. Jó, menjünk akkor lejjebb. És uh, jó. itt van ez a nájkos. Igen. Rámész, uh, belekattintasz, kattints jó. rá, oké. Okay. Uh, buy more cases. Oké. Okay. Oké, okay. és megveszünk egy darabot. Oké, okay, az oké, okay, ott van, ez és akkor jó. nyom rá, hogy megvettük. Jó. jó. Most akkor elméletileg uh, le fogja tőlünk vonni, így van, már csak 74 darab kulcsunk van. Oh. És uh, kinyitogatjuk. Mondom, klózód le baszod. most miért vettél még egyet, -egy, Nyuszi? És én ezt viselem el már tíz éve. Na hát Jusszika szerencsésen rákatintott kétszer erre a cuccra, úgyhogy lássuk, hogy van-e belőle valami szerencse. 50 dollár. Jussi. No. Mennyi volt? Ja, 62 volt, akkor nem igazából, de valamennyire visszajött, úgyhogy akkor nyisd a másikat is most már. Nyissad, nyissad most már. Azt, ja. Mondtam Jussinak, hogy kattintson rá egyre. Rákatintott kettőre. Köszönöm. Na mindegy, nyomjad, nyomjad, nyomjad rá. Na. Akkor remélem, hogy nyitunk valami faszát. Az a lényeg, hogy 50 vagy 50 dollárnál több legyen, és akkor azt mondom, hogy még nem buktunk olyan nagyot. Az viszont rózsaszín lesz, az elég jó. 20 dollár. Hát a szopó. Kaptunk egy Night Digital Gift Cardot 20 dollárra, meg egy Night Digital Cardot 50 dollárra. Úgyhogy eddig körülbelül elköltöttünk 120 dollárt, és kaptunk belőle vissza 70 dollárt. Köszi, Jussi! Jó van, gyere máskor is! Gyerünk! Unbox loot! Ugye, hogy valami piros vagy ilyen van, akkor visításon, mert az drága. Hát ez bukovári. Piros ő is. Á, ah, jó. Hát, ja, a kábel. 13 dodó, mehetünk tovább. Oké. Okay. És kacok, nagyon fontos elmondani, hogy ez az oldal uh, nem rigget tehát uh, nem igazán van megjátsz ú uh, az a mikrofon, de jó lett volna. Oké. Okay. Mehet. Szóval itt azért valós eseményeken alapszalak a történetet. Tehát ha nyitunk valamit, azt tényleg kinyitottuk. És elég kevés ugye rá az esély. Na, pendrive-ra, Lici, menj rá, menj rá, menj rá, menj rá. Fuck! Tizenegy dollár. Nem baj. Van még három, gyerünk. Kábelesek vagyunk, csak ilyen kábelféleket. Nem baj. Tökünk. Nem baj, kinyitjuk, jó lesz. Ez mi? Nem tudom. <laughs> Figyelj, lesz egy csomó kábelünk. Nézd a jó oldalát. Vátyavileg. Lightning USB, double nylon, lightning USB, lightning USB. Nagyon jó. Na, Nyuszi, van még kettő, gyerünk. Hozzad. <laughs> Ó, az ott megállt volna az elég. Ó, PS, PS, PS! A fa... Ja, az nem PS. <laughs> az itt egy PS4. iPad 9.7 case. Nyugi, nem az iPad, ez csak egy tartó. Hát, csak egy top. Ja, 18 dollár. Nem baj, nem baj. úgycsó, gyerünk. Kajak wow. azt hittem, hogy egy PS, hallod? Az mekkora durva lett volna ki. Azt tudja, nem mosom le magamról, de egy PS-t, az biztos, hogy Ő, de nyitjuk el, mert a csalás! Na gyerünk, nyissad az úgy Oké. Okay. Most vagy soha? Na, legalább lesz még egy kábelünk. Ez mi ez? 10 dollár. Nagyon jó. Na, skacok! <laughs> Mennyi lett a vége? Mária, nézzük meg. Egyszer van 10 dollárunk, jó, legyen mondjuk, jó, az 10 dollár, meg 11 dollár az 21 dollár, meg 8 dollár az 29 dollár, meg 18 dollár az jó, legyen mondjuk 37 dollár, meg 10 dollár, jó, legyen 11, 47, plusz nyitottunk egy 50-est, az 97, meg egy 20-as, 110 dollár. Szóval a lényeg az, hogy jelen állás szerint, hát ez most nem sikerült annyira, 250 dollárból, hát 110 dollárnyi cuccot tudtunk nyitni. Az annyira nem rossz. Jó, mondjuk nyuszik a bevállalt két 60 dolláros nike az egy helyet, de igazából teljesen mindegy. A lényeget nem változtat. Én azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy látjátok, van olyan, amikor az ember nem nyer, van olyan, amikor nyer, ezt el kell fogadni igazából, és ezt tartsátok 10 szem előtt. Úgyhogy mindenféleképpen úgy regisztráljátok erre az oldalra, hogy 18 év felett vagytok, és tisztában vagytok azzal, hogy nem mindig lehet nyerni az oldalon, jó? Úgyhogy ezt légy szíves, mindenki tartsa szem előtt. Köszönjük -e, hogy segítettél kinyitni 70 dollárt a 120-ból. Jó, van azért szeretlek. Na. Skacok, ha tetszett a videó, ne felejtsetek el dobni egy hatalmas nagy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára. Igen. Valamint az előző videóban is, és ebben a videóban is fogok kisorsolni köztetek egy Galaxy Gamer padot, amit nem sokára be fogok majd válni, hogy hogy tudok rá jelentkezni, úgyhogy ne felejtsetek el jelentkezni rá, illetve a komment szekcióban beérni oda majd a trade linketeket, de nem sokára majd a videóban fogjátok látni. Hát remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Én jó Oké, okay. na, sziasztok, cső! Sziasztok! Jó pofak és galaxi egérpadot tudtok nyerni. Aki szeretne részt venni, nem kell más tenni, mint felmegy a trade.opskins.com oldalra, rákattint a settings gombra, és az ott található trade URL címet kimásolja ide a videó komment szekciójába. Egy hét múlva sorsolok, sok szerencsét mindenkinek, a videóhoz pedig jó szórakozást kívánok!